Köszöntöm nézőinket, Önök a Szentendre ma adását látják. Jöjjenek elsőként híreink röviden. Kerékpáros Balázs település és munkahely. Szentendrén adták át a kitüntető címeket. Víradás. Kevés a fiatal önkéntes országszerte. Futók nemzetközi pályán. Két szentendrei fiatal is rajthozák Pozsonyban. 23 önkormányzat és 28 munkahely nyerte el vagy újította meg a Kerékpáros Barát címet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tavaly hetedszerre meghirdetett pályázatain. Az elismeréseket Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár adta át Szentendrén. Völner Pál köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az önkormányzatokkal, vállalatokkal és civil szervezetekkel együttműködve számos akcióval népszerűsíti a kerékpározást. A kerékpáros barát pályázatok mellett e körbe tartoznak a Bringázza munkába tavaszi és őszi kampányai, az Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Nap hazai eseményei. Nagyon jók a mutatóink is az uniós összehasonlításban. Az Európai Kerékpáros Szövetség szerint a 8. helyen állunk. Ez, hogyha összevetjük a 2004-ben csatlakozott államok mutatóival, azok között pedig az elsők vagyunk. De erre a pozícióra kell vigyáznunk, figyelnünk, és ezt kell fejlesztenünk. Én abba bízom, hogy a most 2014-től induló uniós pénzügyi ciklus is a kerékpárosoknak fog kedvezni. Ha jól tudom, a KKK-ban már elkészült az a tanulmányterv, ami a Magyarországi Kerékpáros Hálózattal foglalkozik, tehát az Euróveló 6 Budapest határ közötti szakasza, vagy akár a balatoni térséget megközelítő kerékpárútnak a fejlesztése végre kézzelfogható közelségbe kerül. Hát gratulálni szeretnék ezúton is a nyerteseknek, idén is nevezzenek be, másokat is beszéljenek rá, és hát azt kívánom a kerékpáros társadalomnak, hogy évről évre fejlődjön, és mi, mint minisztérium egy kicsit, ma éppen délelőtt egy uniós konferenciát nyitottam meg, ahol a európai kapcsolódási eszközöt, tehát erre a CEF-ről volt szó, és itt voltak a DG Move képviselő is. Volt egy kérdés a kerékpáros hálózatok a kapcsolatban. Úgy látom, az uniós tisztviselők még nem annyira aktívak, és nem veszik annyira komolyan, hogy ez ilyen közlekedési mód, mint mi már itt a minisztériumban. Én azt mondom, hogy a gyaloglás is közlekedési mód, tehát minden olyan közlekedést támogatnunk kell, hogy biztonságosabb legyen, kényelmesebb legyen, egészségesebb legyen, és hát ebben várom mindenkinek a segítségét, támogatását. Mi partnerek voltunk, vagyunk és leszünk. A kerékpáros barát települések elbírálásában fontos szempont volt a kerékpáros infrastruktúra nagysága és minősége, a helyben szervezett kerékpáros rendezvények, a szemléletformálás terén tett lépések vagy a fejlesztésekre fordított keret mértéke. A kerékpáros barát munkahelyek kiemelt figyelmet fordítanak a kerékpárral munkába járó kollégák igényeire, kerékpártárolóhelyek, öltözők kialakításával, akár saját kerékpárflotta működtetésével. Többféle szempont szerint épül fel a pályázat. Egyrészt infrastruktúrális, másrészt szemléletformálás, kommunikáció, illetve sok esetben magát azt is arra is kérdez rá, hogy milyen struktúrában a településnek, a munkahelynek mennyire stratégikus eszköze, illetve milyen szerepe van a kerékpározásnak a település, illetve a munkahely életében. Az idén nagy örömünkre szolgál, hogy a kerékpáros turizmusban jeleskedő települések is bekerültek a díjazottak közé, balatoni települések is, de akár Lentit is említhetjük, ahol igazából az volt a döntő, hogy nagyon sokat tesznek a kerékpáros turizmusért. A munkahelyek területén pedig kiemelném azokat a nagy cégeket, akik folyamatosan példát mutatnak a kicsiknek, akár ha azt vesszük, hogy 35%-ban a felső vezető önmaga is kerékpárral jár be, több esetben ingázó is, és úgy kerékpárt használ. Ezek a példamutatások nagyon fontosak a kerékpáros közlekedés szempontjából. A főként vidéki települések szemléletformáló gondolata szerint nem csak a gyerekeket kell megtanítani a balesetmentes kerékpár használatra, hanem az autósokat, gyalogosokat is újra meg kell tanítani a toleránsabb hozzáállásra.
Egészen este 6 óráig várták a véradókat a Pest megyei könyvtárban a Magyar Vöröskereszt munkatársai. Szentendrén idén ez volt az első véradás. Adj vért és ments meg 3 életet. Sokan ismerik a Vöröskereszt szlogenjét, mégsem járnak elegen a véradásokra. Pedig körülbelül 1/2 órára és egy kis jó szándékra van szükség. Vannak azonban visszatérő önkéntesek is. Leges, ugye, amikor katona voltam, ott volt a kötelező, és volt egy Pécsen egy autóban esett 10 éves kislány, megsérült, és vénába bent a vér, és akkor ott megfogadtam, hogy adjuk a vért állandóan. Ilyenkor találkozik ismerős arcokkal is? Igen, nagyon sokkal. Volt régi kollégákkal, azok is jönnek rendszeresen vért adni. És szokták így egymás között is terjeszteni, hogy akkor most véradás lesz? Igen, tehát nálunk is, hát akiket megpróbálunk még mi is úgy, gyertek el vért adni, mert kell, de hát fiatalok nem nagyon akarnak. A rendszeres véradók többsége emlékszik arra, mikor és miért adott először vért. Szentendrei kertészetben dolgoztam, és ott mindenki vért adott, mivel hogy a párom is véradó szervező volt, és az 82-ben volt, 82. októberében, és akkor adtam vért, és utána ilyen készenleti véradó is voltam. Sajnos a párom már elhunyt több mint egy éve, ő is 42-szeres véradó volt, mikor még tudott adni, de 18 évig beteg volt. Mi az egész családdal, a fiam, a volt menyem, a másik menyem, már most lassan az unokám is, 64-szeres véradó vagyok, és véradó szervező is voltam. És nem tudom, lehetséges, hogy megint fogok kapni egy kis munkát, amit szívesen fogok tenni, mert muszáj, hogy segítsünk az embereken. Én a kórházban láttam, hogy milyen nagy küzdelem van akkor, hogyha nincs vér. Az eddigi tapasztalatokra alapozva 100 fölötti véradót vártak Szentendrére. Magyarországon minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat vért. Régebben voltam többször vért adni, de évek óta sajnos ez elmaradt, úgyhogy most igyekszem pótolni. A mai alkalommal miért döntött úgy, hogy most itt lesz? Elsőnek ráadásul. Hát nagyon nagy a vérhiány Magyarországon, és ez azért köztudott, azt gondolom, úgyhogy elsősorban ez miatt meg, hát nem tudom, igyekszem segíteni, ahol tudok. Azoknak, akik esetleg hezitálnak, hogy eljöjjenek egy következő alkalommal, mit tudna tanácsolni? Hát ne hezitáljanak, jöjjenek el, mert az nagyon-nagyon fontos, és az ember amennyit csak tud tegyen meg a... Azt gondolom, az embertársai az egészség érdekében meg. Télen különösen nagy szükség van a vérkészítményekre, ugyanis ilyenkor gyakoribb a balesetek száma. Január 5-től a Szentendrei Futókör Pilisi Pegazusok néven folytatja sikeres útját a magyar futók világában. Hétvégén szombaton 2 szentendrei futó képviselő Magyarországot, Szentendrét és a csapatot Pozsonyban egy nemzetközi fedett pályás atlétikai gálán. A Pilisi Pegazusok fotócsapat létrejöttében fontos szerepet játszik az utánpótlás képzés, valamint Szentendre és Fonzás körzetébe élő futók összehozása egy csapatba. Másfél év óta vágyunk arra, hogy hivatalos egyesületként tudjunk működni, és pont a mai napon írtam alá 2 órával ezelőtt a ügyvéddel az iratokat, úgyhogy most már hivatalos egyesületként létezünk. Egy 2002-ben alapított egyesületet, Budapesti Egyesületnek lettem a tulajdonosa és az elnöke a mai naptól. Pilis Pegazusokat ugye azért választottuk, mert a Pilisben élünk, ugye, és a Pilis környékéről rengeteg gyerek jár hozzánk. Dunabogdányból, Lányfaluból is már járnak, sőt most már Budapesten túl is, akik a Pilis egység, a Pilis Szentkeresztről is, Pilis Szent Lászlóról, és hát ugye itt a helyiek is képviselik magukat a csapatban, és akkor úgy gondoltuk, hogy nem Szentendre nevét használjuk, hanem magát a Pilis hegységet belevesszük a klubnévbe. A Pegazusok az pedig egy mitológiai lény, ami erővel van felruházva, úgyhogy így lett a nevünk Pilis Pegazusok Sportegyesület. Olimpiai reménységek atlétika gálája, ezt Pozsonyban rendezik meg, ez egy nemzetközi futóverseny elég erős mezőnnyel. Csak hogy mondjam, a legerősebb magyar 800 méteres női futók is képviselik magukat, osztrák, szlovák, horvát és egyéb nemzetiség futói is ott lesznek.
Ha jól tudom, tavaly például ott volt a 23-szoros magyar bajnok is, aki fölényesen nyerte ezt a versenyt, és hát most a Orsi, a csapatunk egyik tagja velük fog futni ezen a versenyen. Pozsonyban, Szlovákiában. Fiúk részéről pedig Murányi Levente, bár ez most még kérdéses, mert Levente sajnos megbetegedett, és betegen nem szeretnék senkit sem elindítani a versenyen. A következő komoly verseny az már február 1-én következik, és február 8-án a Budapest bajnokság, aztán kezdődnek a korosztályos országos bajnokságok. Ugye, mivel hogy már egyesületként működünk, indulhatunk a Magyar Atlétikai Szövetség összes versenyén, és szerezni fogjuk a pontokat és a helyezéseket, és a dobogókat. A hétvégén Pozsonyban megrendezésre kerülő nemzetközi fedettpályás atlétikai gálán az Egyesület két ifjú reménysége képviseli Szentendrét és Magyarországot. Márciusban kezdtem el úgy edzésszerűen futni, szóval edzésekre járni, viszont már korábban is futottam ilyen kisebb futóversenyeken Szentendrén. Honnan jött ez a nagy szeretet a futás iránt, hogy most már ugye versenyszerűen is űzöd ezt a sportot? Először is a testvérem kezdte el az egész futást, őt találta meg a Zsolt az iskolában, és igazából ezek után, ahogy ő is elkezdett futni, nagyon tetszett neki, így jött az ötlet, hogy akkor én is megpróbálom, hogy mégis milyen lehet, és nagyon tetszik. Ugye hétvégén nagy versenyre készültök, remélhetőleg addigra meggyógyulsz. Mit jelent neked ez a verseny? Hát nagyon sokat, és nagyon szeretném, hogyha minél jobban meggyógyulnék erre a versenyre, mivel rengeteget edzettünk erre, és rengeteget készültünk, és így nagyon jó lenne, hogyha sikerülne elindulni rajta, és esetleg eredményesen szerepelni. Mikor, hogyan ismerkedtél meg a futással, illetve miért pont a futást választottad? Hát már régebb óta futok hobbiszerűen. Apukám testnevelő tanár is, ennek révén sokat sportolunk a családdal, és most évelejétől kezdtem el itt ebbe az egyesületbe az egyik barátnőm révén. Mi a véleményed a futásról, illetve az egyesületről? Hát nagyon szeretek futni. Eddig még nem csináltam így ennyire, hogy minden nap lejárok. Egészen más, mint a hobbi szintű. Sokkal jobban oda kell figyelni, hogy minden nap muszáj lemenni. Szóval oda kell figyelni, hogy ne fáradj el, hasonlók. Erre a hétvégi nagy versenyre, ez az első verseny, vagy komolyabb verseny lesz eddig, vagy már indultál korábban is nagyobb versenyeken? Ez lesz az első komolyabb versenyem. Hogyan készültél rá? Hát csináltuk az edzéseket az edzővel, gyakran bementünk fedett pályára, mert ott még ugye nem volt versenyem, és akkor ott készültünk. Miben bízol? Hát abban bízom, hogy tapasztalatot szerzek, mert még nem volt ilyen versenyem, és bízom abban, hogy a saját időmet hát fel tudom állítani. A hagyományos Elán Indoor Meetingre január 25-én szombaton kerül sor Pozsonyban. A Szentendre ma adását látták, Hírmagazinnal legközelebb hétfőn este jelentkezünk majd. Addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, de csatlakozhatnak oldalunkhoz a Facebookon is. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!